Sziasztok! Egy szuper technikát hoztam nektek mára, amivel nagyon jól lehet bútor díszíteni, de egyébként egy képet is festhettek vele, vagy bármilyen tárgyat át tudtok vele alakítani, ki tudtok vele dekorálni. Színeket fogunk összemosni, és ilyen átmenetet képezni a kettő között. Amire ehhez szükség lesz, az a két szín értelemszerűen. Én most két kéket választottam, az egyik ez az ilyen sötétkék, ez pedig türkisz. A színeknél arra figyeljetek, hogy legyen azért, tehát legyenek különböző színek, legyenek eltérőek, minél, tehát mondjuk veszitek egy lilát, meg egy sárgát, az azért nagyon feltűnő lesz, ez tök jól fog mutatni, ez a kék is jól fog együtt mutatni, tehát figyeljetek arra, hogy harmonizáljanak azért a színek egymással, amiket választotok, illetve, hogy legyen eltérés, különben az átmenet nem igazán lesz feltűnő, tehát mondjuk, hogyha ugyanennek a kéknek festeném egy világosabb változatával, persze jól néz ki, hogy a sötétből lesz világos, de nem lesz igazán látványos az eredmény. Amire még szükség lesz, az az ecset. Nekem most ilyen viszonylag kicsi ecsetem van. Az fontos egyébként, hogy ilyen lapos ecsettel csináljátok, széles lapos ecsettel. Ez most fényképez. Én képet fogok festeni, meg egy ilyen evőeszköztartót átalakítani, ehhez ez a méret tökéletes, de ha valami nagyobb bútort festetek, akkor nyilván nagyobbra van szükség, úgyhogy ezt majd látni fogjátok. Amit csinálni fogunk, igazából nagyon-nagyon egyszerű a technika, tényleg. Kicsit játszani kell vele, hogy belejöjjetek, meg gyakorolni, de onnantól kezdve szuper egyszerű. Annyi történik ugyanis, hogy megfestjük az egyik színt, jó vastagon, hogy utána lehessen mit összemosni. Közvetlenül mellé a másik színt, azt is jó vastagon. Itt még nem mosunk össze semmit, és még mielőtt ezek megszáradnának, ez fontos. Tehát, hogyha például akrillal csináljátok, akkor ne várjatok sokat, mert utána ugye vízzel már ez nem oldható fel, tehát nem fogjátok tudni összemosni. Illetve vannak olyan krétafestékek, amik szintén, ha már megszáradnak vízzel, utána nem oldható. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek, hogy a két szín, amit lefestettetek, az ne száradjon meg, és utána fogunk egy vizes ecsetet, nem túl vizeset, mert akkor csak szétfolyik rajta a víz, egy vizes ecsetet, és ezzel a határt így elkezdjük átfesteni tulajdonképpen. És addig festegetjük ezt a határrészt, amíg össze nem mosódik, kicsit föntebb, kicsit lentebb, és ami még nagyon fontos, hogy ne menjetek át teljesen a színnek a tetejéig, mert ugye akkor nem lesz meg az átmenet. Tehát fontos az, hogy maradjanak meg alul és fölül, most így mutatom, de ahogy tartjátok éppen a tárgyat, alul és fölül az eredeti színek, és hogy közte legyen egy ilyen átmosott terület. És tulajdonképpen ennyit csinálunk, tehát tényleg szuper egyszerű, picit be kell gyakorolni, és utána egyetek el menni fog. Úgyhogy lássunk is hozzá. Itt is ugye első lépésként felvisztük az egyik színt, ezt a sötét kéket ide alulra. És akkor, hogyha szerencsések vagytok, és több ecsetetek van, akkor egy másik ecsettel, vagy ha nem, akkor pedig a teljesen megtisztított ecsettel, felvisszük a második színt. Annyira gyönyörűek ezek a színek egyébként, teljesen oda vagyok érte. Igazából bármilyen türkisz, meg kék, amilyen tengerhez hasonlítható, vagy azokat a árnyalatokat hozza vissza, azt imádom. És ugye ezt a színt is bőségesen visszük fel, hogy utána legyen mit összemosni. Különben ugye, ha rámegyünk a vizes ecsettel, akkor csak fel fog jönni, és a fekete fog alatta látszódni. Illetve arra is figyeljetek, hogyha már a másik oldalt megcsináltátok, mint itt én, akkor ne nagyon menjetek ki, mert ugye ott már különböző árnyalatok vannak, és akkor ezt összekenjük, ez nem szép, de ezt most így elegáns mozdulattal leszedem. És akkor egy tiszta vizes ecsettel elkezdjük ezt a két színt összemosni. Először csak így pont a választéknál, utána mehetünk egy kicsit föntebb, lentebb is vele. Lehet egy kicsit csalni, én most úgy látom, hogy ebből a zöldből ott kevés, úgyhogy viszek fel egy kicsit oda.
én úgy látom, hogy ez készen van. Nekem ez így tetszik. Na nézzétek, csak most ilyen. Szerintem szuperül néz ki. Én teljesen oda vagyok ezért a technikáért. Ja, és amint újból láthatjátok, nem kellenek itt nem tudom milyen felszerelések, simán egy kukászsák az asztalra, még elpakolni sem kell mindent, ahogy a példa mutatja, és már is neki is állhattok festeni. És van ez a gyönyörű szép aranyszínem. Igazából nekem ez már így is nagyon tetszik, szóval lehet, hogy elrontom az arannyal, de muszáj kipróbálnom, mert egyébként meg annyira szépen mutatnak ezek együtt, ezek a kékek, a türkész és az arany. Ezt most ilyen szárazecsetes technikával fogom csinálni. Ennek pont ez a lényege, hogy itt nem mosunk össze semmit, hanem viszonylag kevés festékre van szükség, és szárazecsetre, ahogy a neve is mondja. És akkor ezzel ilyen kicsit antikolt hatást lehet majd elérni. Most egyelőre szerintem azt próbálom ki csak, hogy itt az éleket kiemelem vele. Jaj, de jó! Ez gyönyörű. Ilyen finom ütögető mozdulattal. Nézzétek meg, milyen különleges. És adott egy kis csillogást is neki az arany ott a széleken. Úristen, ez gyönyörű szép! És akkor meg is mutatom, hogy milyen lett a végeredmény. Én végül, nekem úgy is nagyon tetszett, hogy csak így az összemosott színekkel, ez a kékből a fehér felé. Egyébként is nagyon szeretek minden olyan képet, és minden olyan dolgot, ami így a vízzel, tengerre emlékeztet, és nagyon jó volt már ezeket a színeket is nézni, de én valahogy úgy éreztem, hogy szeretnék rá festeni, és akkor egy ilyen arany főnix madár került még rá, de természetesen így csak simán a színeket is kirakhatjátok, szuper jól mutat. Úgyhogy igazából én ezt ajándékba készítettem, de annyira tetszik, hogy még egy ideig nem adom oda, amíg nézegetem. És akkor mindjárt mutatom nektek az elkészült eszköztartót is. Ez pedig ilyen lett. Ugye itt most láthatjátok a két szint összemosva a fehér nélkül, hogy mennyire jól néz ki, és akkor megbolondítottam egy pici arannyal itt a szélein, meg ott a tetején. Szerintem szuper-szuper jól mutat. És hát remélem, hogy nektek is tetszenek ezek, és hogy kipróbáljátok, és higgyétek el, tényleg nem nehéz, tehát lehet, hogy az elején egy picit folyni fog a vízesecset, vagy nem olyan szép lesz az átmenet, de higgyétek el nekem, hogy ez csak gyakorlás kérdése, hogy bele fogtok jönni. És akkor mutatok még nektek egy bútort példának, amit én ilyen összemosós technikával csináltam, és nekem nagyon tetszik, tehát tényleg mindenféle színt használtam, és szerintem baromi jól mutat, úgyhogy most nézzünk ebből is egy kicsit. Mindenképpen próbáljátok ki ezt a technikát, és küldjetek nekem képet a Facebook oldalamra, hogyha ezt megcsináltátok, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lett, illetve nyugodtan írjatok, hogyha van bármi kérdés, és hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, most már megtanultam, hogy azt hiszem oda szokott kerülni a kis feliratkozójel, és kapcsoljátok be a csengőt, hogy kapjatok értesítést, amikor rakok fel újat. Köszi szépen, hogy itt voltatok velem, és hát jó alkotást, és szép napot nektek! Sziasztok!